Az elmúlt 3-4 évben az új Phoenix terv keretében egy nagyon komoly közlekedésfejlesztési programot indítottunk el. 2016. februárjában, ha jól emlékszem, volt az az első sajtótájékoztató, ahol arról beszéltem, hogy egy gazdaságilag dinamikusan növekvő város esetében egyértelműen számolni kell majd a népesség növekedésével, az agglomerációkból itt dolgozni akaró emberek érkezésével, közlekedési igényeivel, és éppen ezért a város komolyan veszi ezt a kihívást, és elindít egy nagy közlekedésfejlesztési programot, amelynek része volt a belvárosi utak, nagyutaknak a egyirányosítása, 53 olyan csomópontnak vagy az átépítése, vagy a közlekedési rendszerének, lámpáknak az áthangolása, amely dinamizálni tudja a közlekedést. Nyilván egy város közlekedési rendszer olyan, mint a pókháló, hogyha az egyik helyen megérinti valaki, akkor az berezonál minden helyen, és igazán akkor tudunk maximális hatásfokot, eredményt elérni, hogyha az összes sarkalatos pontot rendbe tudjuk tenni. Az 53 csomópont az a kezdete volt valaminek. Kezdete volt egy olyan programnak, amely már a Debrecen 2030-as programban fog teljes egészében kiteljesedni, amely egy átméretezett, mind a helyi lakosság, mind a regionális pozíció szempontjából lényeges közlekedési csomópontoknak a megújítását, átépítését, átalakítását fogja majd magában foglalni. A mai napon azt a bejelentést szeretném tenni, hogy 13 újabb csomópont esetében kezdjük meg a következő hetekben, hónapokban a csomópontok átépítését. Egy olyan közlekedésfejlesztési program folytatódik, ami ugye említettem elindult, most 13 új csomópont átépítésének, illetve átalakításának, vagy az átalakítás előkészítésének a folyamatát tudjuk elkezdeni. Ez év áprilisában döntött a kormány, most itt keresem a sajtóanyagomban, ahol segíts nekem, légy szíves, hogy... Az átlag felett van, nem sokkal. Igen. Az 1181/2019 április 4-i kormányhatározat foglalkozik Magyarország rövid és középtávú infrastruktúra fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről. A város abban a szerencsés helyzetben van, hogy a kormányzat egyértelműen látja és támogatja a városnak a regionális szerepkör növelésére vonatkozó ambícióit. Jelentős gazdaságfejlesztési folyamatok mentek végbe, és ez minden döntéshozó számára világossá teszi azt, hogy Debrecen egy másik lépték, egy másik pozícióba lépő város, és ennek köszönhetően vannak nagyon komoly kihívások és feladatok előttünk. Ez a kormány határozat döntött arról, hogy biztosítja a szükséges forrásokat az általam említett újabb nagykapacitású állami utakat érintő csomópontok átépítéséhez. El kell mondanom azt, hogy ebben a tekintetben Palkovics László miniszter úr, aki Debrecen fejlesztésért felelős kormánybiztos, nagyon jó partnere volt a városnak, nagyon jó partnere volt az elmúlt időszakban Debrecen fejlesztése ügyének, és miniszter úrnak tettem egy olyan javaslatot ez év elején, hogy vizsgáljuk át azt, hogy hol kell még beavatkozni a város közlekedésében, olyan utak esetében, amelyek nyilván nem városi léptékű beavatkozást igényelnek, hanem mondjuk állami beavatkozást, és miniszter úr, kormánybiztos úr elfogadta az általam tett javaslatot, és beépítették az előbb említett kormányhatározatba ezeket a fejlesztéseket. A fejlesztések két csoportba oszthatóak. Az egyik, amelynél az előkészítésre és megvalósításra rendelik el a fejlesztést. Tehát az előkészítésre és megvalósításra elrendelt beruházások esetében arról beszélünk, hogy ahol már engedélyes és kiviteli terveink vannak, ott a kivitelezést tudjuk elkezdeni, ahol pedig terveztetni kell, ott elindul a tervezés, és a tervezést követően elindul a kivitelezés. Ez az első csomag.
és ezt követően pedig van egy másik csomag, amely egész pontosan három csomag van, hadd korrigáljak. A második csomag az előkészítésre elrendelt beruházások, ez az engedélyes tervek készítését és a kiviteli tervek készítését jelenti, és van egy harmadik elem, ez egy igen nagy léptékű beavatkozás lesz, ennek a tanulmánytervének az előkészítéséhez rendel forrást a vonatkozó kormányhatározat.